Na, srácok, megint jöttünk egy helyre. Ismerős lesz a technika, amit mutatok nektek. Amit mutatok nektek, az ez, meg ez. Úgyhogy ez a végfok, ez újra jön velem. A crown is elég jó, de az még viszonylag istenes. Na jó, húzkodjuk ki, ezt vigyük el. Utána otthon megmutatom, mi van benne. Érdemes vetni rá egy pillantást, sima fénynél is, hogy mennyire el van tömődve a porszűrő része, és ezért sajnos ugye abszolút nincs semmiféle átmenő teljesítmény. Ugye ez még most jobb, mint a múltkor. Ha valaki esetleg nem látta az előző videót erről, keresse vissza, hogyha beírjátok a csatornámba a típusát, akkor megtaláljátok, hogy ez korábban hogy nézett ki. Hát borzasztóan. Na, kapjuk le a kupakját. Akárhányszor szétbontom ezt a végfogot, mindig meglepődök ezen a kibaszott nagy termetes trafón, hogy mennyire brutál a mérete. Hát most igazából még a ventilgáborok nem is olyan vészesek. Hát gyakorlatilag a légáramlat az emiatt szűnt meg, hogy ugye gyakorlatilag átláthatatlan ez a szövet. Hát ott felül még azért volt rajta egy kis air flow, de olyan különösebb hatalmas nagy légáramlat nem tudott itt keletkezni. Igen, és ha jól látom, és ti is jól látjátok, akkor ott a bordák között is már megint beült a por. Na jó, gyorsan kikompizom, és akkor megmutatom, hogy hogy fog úgy kinézni. Na és csak hogy mutassam, hogy hogy kellett volna ennek a sztorinak kinéznie. Hát így. Szóval, hogy ha kikapcsolgott a végfok, akkor az ezért van. Hátsó bordák is kitakarítva. Ventilgáborok belépő élei és lapátjai is kitakarítva. Mindjárt mutatom a hátulját. Innen is bele tudom kukkantani, szépen át lehet látni a lamellák között, úgyhogy ez a végfok, ez mehet össze. Most hála jó Istennek nem volt annyira retkes, ám de a nagy meleg, és itt, hogy elől el volt tömődve, ez épp elég volt ahhoz, hogy leoldjon. Tetejét is szépen megtakarítgattam, úgyhogy visszakerül ez a kis légterelő, és akkor ez megvan. Aztán mindjárt mutatom nektek a másik sztorit, a crown végfokot. Na, visszaraktam a tetejét, meg a hűtést, és nézzük meg, hogy mekkora kárt csináltunk. Jaj. Klitty-klatty, működik minden. Most ezt azért hoztam ide, ezt a, hogy szemléltessem nektek, hogy ez a papírtörlő, ez így itt marad. És köszönhető ez annak, hogy egy ilyen előről hátrafele vezető airflow van itt magában a házban. Szóval akármennyire is puritánnak tűnik az a papír légterelő, benne egy viszonylag szofisztikált hűtéssel rendelkező kis készülékről beszélhetünk, mert látjátok, ami működik, és hozzáteszem, hogy pont szemből fúj a szél, ahogy láthatjátok is itt, szóval én azt gondolom, ha ez tiszta, akkor látjátok, hogy jó. Megmutatom, hogy hátulról mindez hogy néz ki. Hát így. Hogy nem tudod oda tartani, mert olyan erejű a levegő. Szóval, igen, ennek így kell működni, és csak a móka kedvéért megmutatom nektek, ha elő befogom azt a két részt, ahol igazándiból a levegőnek ki kéne, vagy be kéne, hogy menjen, akkor hogy tudnám ezt szemléltetni? Ide tartom a mikrofont, és akkor most üressé teszem ezt a járatot. Hát, hogyha lehet hallani a ventilátor hangját is, meg a szélzajt.
most befogom. Megváltozik a ventil Gáborok hangja. Most megint leveszem az eltakarást. És talán hallatszódik a szélzajból, de ha nem, akkor higgyetek nekem. Na nézzük a következő végfokot. Igazándiból ebben nagy csodát nem fogunk most találni, mert hogy gyakorlatilag ez a D-osztályú végfoknak köszönhetően jó hatásfokkal dolgozik, így kevés hőt termel, ergo kevesebb hűtésre van szükség, szóval az üzem idejének nagy részét ventilátoros hűtés nélkül passzívan vészeli át, úgyhogy abban a kevés időben, amikor meg a ventilátor megy, akkor ugye jóval kevesebb ideje van összeszedni a port. Ennek köszönhetően ugye látszik is, hogy gyakorlatilag a kilépő rész teljesen tiszta. Ettől függetlenül leveszem ennek is a kabátját, és belekukkantunk. Az előző végfoknál mondtam, hogy mindig meglepődök, mikor szétszedem, hogy mekkora trafó van benne. Ezen meg mindig meglepődök, hogy milyen szar. Botrányosan szar. Hihetetlen. Ekkora a panel, gyerekek. Szerintem nem akarom elhinni, hogy ez jó. És egyébként maga a DSP része sem egy egetverően jó történet. Hát ugye 250 watt, annyi az áramfelvétele. Hát a sztereóba is nézzük a 250 wattot, ugye jó hatásfokkal dolgozunk, akkor oldalanként 125 watt, ha 100%-os a hatásfok, és semmi más nem fogyaszt, mint például a ledes kijelző, a DSP, a ventil Gábor, STB. Na mindegy, ebben nem menjünk bele, ezt már a múltkor elmondtam nektek, hogy nem vagyok ettől a végfoktól elájulva. Gyors, kiporolom ezt össze és rakom, de ugye látszódik, hogy mivel mondtam, hogy gyakorlatilag a hűtésének nagy részét passzív módban teszi, így túl sok por nem gyűlt rajta össze. Ez látszódik itt ezeken a bordákon is. Na, azt hiszem ezt most összepattintom, aztán mikor visszaviszem és leteszteljük, akkor azt még megmutatom. Na nézzük meg ebben, mi történt. Klitty-klatty. Hát túl nagy kárt nem csináltunk ebben sem. Ugye mutatja itt, hogy van kettő darab López filterünk, amit még talán én állítottam be. És ugye ahogy mondtam is, gyakorlatilag ugye mozdulatlan a ventil Gábor a hátulján, mert hogy hőre kezd el üzemelni a ventil Gábor, de mivel hogy nem nagyon melegszik, hát így aztán ez nem igen indul be. Na, összecsomagolok, aztán elindulok, visszaviszem a helyére, és majd még onnan jelentkezem, gyerekek. Na, vissza is jöttünk a helyszínre, ahonnan elhoztam a cuccost. Csak elfelejtettem megjelölni, hogy melyik kábel melyik volt. És így jól beszopattam magamat. De azt hiszem a görcsös volt a mély, mint hogyha úgy hagytam volna itt egyszer régen, hogy összegörcsöltem, hogy az a mély. De hát pikpak ki fog merülni, mert bedugom azt, ha nem az, akkor lófasz a hideg vízbe. Jó. Ez jön befele. Ez a két átkötő kábel, ugye? Igen. És akkor hogy vagyunk? Jön ide a seggébe ennek. Ennek a seggébe. Ágyin. Dva. Tápi-tápi. Így. És akkor ugyebár jön ide az átkötő cable. Input mint olyan. Így. Oksaláta. Jó, ezt be is toljuk a helyére. Igen, itt mindenki előtt. És ide hozom a másik végfokot. Jó, és akkor innen jövünk át, azt hiszem, hogy vagyunk. A lófasz nem jól csinálom, de hülye vagyok. Hiszen a szubban van a DSP, úgyhogy ide jövünk be.
Így. Miért nem szóltok? Néztek bazd meg és nem szóltok. Tényleg. Hallod, nem szóltok. Jó fejek vagytok ti is, mondhatom. Elhozlak benneteket ide, azt nem szóltok. Meghoztalak benneteket. Jó, oksa. És akkor innen jövünk át ide. Innen meg ide. Jó, szóval bepászítjuk a helyére. Miután adtunk jelet. Egyébként nem azért a két megbaszott forintért, de nem tudom, ilyen egyes hangszóró vezetékkel. Mindegy, eddig jó volt, ezután is jó lesz. Legalább rész. Nem az a szutyog somogy is szar. Nem jó. Nem jól csináltam. OCD-nek nem tenne ez jót, úgyhogy át kell itt hurkolnom alatta. OCD, még mielőtt valaki megkérdezni. Kényszerbetegség, mint olyan. Bocs, hogy rángatom a telefont, mint zsidó a faszát. De hát... Jó, zsokés. Na próbáljuk meg ezt egy mozdulattal megoldani. Hova rakjalak benneteket? Hát, így láttok valamit, kétlem, de... Ha nem, hát nem, akkor addig hallgassatok. Addig rádió üzemmódba átváltunk. Jó, ennek még tápot kell ugye adjak. Egy táp, két táp, három táp. Jó, sok is. Oké, ez még olyan megvan. De egyébként nem túl egészséges ez sem, hogy itt hátul nem túl sok hely van. Ez a ventilátor egyébként egy teljesen jó ötlet. Így, ide. Talán, hogyha innen hátulról kikavarja a meleg levegőt, nem is tudom, hogy tudnám ezt. Így tudnám talán elképzelni. Na jó, dobjunk be egy RX-et, és akkor megnézzük, hogy működik-e a sztori. Na nézzük! Klitty-klatty! Igen, még egy klitty-klatty. Klitty-klatty, oksa. Hoztam egy RX-et, és ezzel próbálunk. Na most az a helyzet, hogy nézem, mondom, mi a franc, ki van menve a magas? De nincs ki menve a magas, hanem összecseréltem a... Ugye? Faszt! Mi a pöcs van itt? Ki vannak menve a magasak, hogy mi az Isten? Semmi magas nincs. Hát ezt meg kell néznem. Lófaszt, összecseréltem a kábeleket. Megijedtem, hogy mi a pöcs van. Hát mondom, nem igaz. Semmi magas nem volt benne. Mi a fasz? Hozhattam volna egy kibaszott feliratozót, feliratozzam. Hogy legközelebb ne legyen ilyen cink. De hát olyan vagyok, mint a csics. Ahogy Székely vegán mondaná. Na nézzük. Próbáljuk meg ezt újra. Nincs is jobb egy jó szerda esti baszakodásnál. Szeretem. Holnap még megyek egy helyre, ahol meg fogja a csávó mutatni, hogyan javítanak hangszórókat. Na ehhez mit szóltok? Most én vagyok a hülye? Az meg visszadugtam ugyanazt. Jé, láss csodát, lett magas. Istenem, de egy pöcs vagyok. Látszik, hogy már ki vagyok, mint az állat. Na jó. Na jó, a mély szekció az úgy látszik, hogy működik. És azt hiszem, a magas is működik. Úgyhogy, jó. Na srácok, erről ennyit. Mindjárt megtakarítom még ott azt a 6 robotlámpát, meg van itt egy lézerünk, még őt megtakarítom, azt kukkantsunk bele, hogy decemberben felrakott robotlámpák milyen állapotban vannak. Decemberben raktuk fel ezeket a lámpákat? Januárban? December? Biztos, december, és januárban, februárban mentek fel a
Aha. Szóval, ahhoz képest egész szép állapotnak örvend a téma. Ezt most csak így slendrián módon megtisztítjuk. Hát most pontosan erre nincs időm, hogy ezt megcsináljam, pedig ezt is meg kéne. Ezt is így tettem fel, ugye, ahogy iszonyatosan nehéz leszedni, de ezt egész szépen meg lehet oldani. Ugye van még egy ventilátor ezen a lámpán, azt is megmutatom néktek. Ezt is megmutatom néktek, hogy az milyen állapotban van. Egész tűrhető. A másik helyen, tudjátok, ahol az a nagy kör van, ott ezt vittem egy két hét alatt összeszedi. Ez teljesen jó. Teljesen jó, gyerekek, ezzel elégedettek lehetünk. Na ez csak mint konklúzió így a végére, igazándiból, ez ennyi. És képzeljétek el, mióta itt jártam, meg lett csinálva a padló ilyen tök jó fényes témára, nem veri fel a port, így az eszközök is sokkal tovább bírják tisztán. De mint olyan, teljesen hibátlan. Na jó, megtakarítom a maradék 4 darabot, és kész. Na csak nem nyugszok, még mutatom nektek, mert tetszik. Tetszik, ahogy mennek a lámpák. Mi a fene, ott el van állítva az egyik pan, vagy tilt. Aha, nézzétek! Kinyomkodja, de komolyan mondom, ki az, aki felmászik oda és elnyomkodja? Nézzétek, milyen érdekes, ott az egyik lámpa, mint a ilyen sárgás a fény. De igazából a fényre ugyanaz, csak mint a ilyen sárgásabb lenne. Furcsa. Látjátok, a fényerej az gyakorlatilag, hát hasonló, de fene tudja. Na nézzük csak meg, miket írtunk ezekbe annak idején. Ugye, úgy volt, hogy egyes program, elindítjuk, és akkor szépen elkezd itt vergődni. Azért meg kell, hogy mondjam, srácok, hogy ezek a kis lámpák még mindig behetetlenek. De hát az utolsó az miért nem hajlandó menni? Ezt valaki meg tudja mondani? Itt az utolsó. Az miért nem megy a programokban? Na azért. Nézzük, mi volt a kettes programunk. Egyébként, hogyha valakinek van egy kis ideje, meg van affinitása erre, akkor órákat el lehet tölteni itt ennek a nyomkodásával. Na jó, erre a videóra most már tényleg ennyit, gyerekek, mert most már tényleg ennyit. És nézzétek, amit januárban felraktunk, fénytechnikás lézert, az még mindig jól nyomatja a témát. Most ezt szemből megpróbálom nektek, hát ugye nincs füst, nem fog látszódni, de mindegy, az a 1 wattos lézer is egész jó. Na, most már tényleg elvágom, el vagyok, menve, sziasztok!